Szóval, amikor már itt szinte örömködtünk, hogy meg ki fogja húzni gól nélkül az első fél időt, a Loki egy felívelés után Viktor kiharcolta Habi és Szatmári között, lepattanjon a labda, és egy talált gól, ahogy Túl Sándor mondta, a norvég Langétól. Én mindenféleképpen szerencsés gólnak tartom, ha bár ezt a szót nem szeretem, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy semmi tudatosság nem volt benne, mert jó, egy védő rosszul helyezkedett, ettől függetlenül én azt hiszem, hogy ez egy szerencsés gól volt. Itt meg már a második félidőben vagyunk, az 53. kezdben egy nagyon-nagyon formás, ahogy mondani szokták, támadás, és ennek végén Ferlinden kapusi már a 41. életévében jár, mint ez többször elhangzott, bravúrral hárít. Hát igen, ezt okosabban el lehet pörgetni, de hát ez volt egyik olyan helyzet, ahol én azt gondoltam, hogy benne volt az egyenlítés. Zavar volt a hazaiak védelmében, Bajzát, aki mindig benne van a gól, de Kok tisztáz előre, nagy-nagy nehézségek árán. Egy picit itt megcsúsztan a labda, és itt hosszan teszi maga elé, mert egy picit rövidebb, akkor már abszolút gól helyzet van. Két perccel később, a másik kapu előtt, a debreceni kapu előtt, Van der Heijden lesz az, aki föliveli a labdát, Lange visszaadja, ott van Mendoza, nem nagyon látszik, de a kapufát találta el, és a kipattanó labda egy magyar játékosról szögletre. Hát erre is azt mondom, hogy tényleg olyan nagy helyzet volt, de ha a kapura megy, akkor én szerintem az Tomics védi. Igen. Itt látszik, még egyszer jó a visszafejelés, jó ráfordul. Igen, Tomics rajta van, kétségkívül. Ez már azt mondom, hogy sokkal te veszélyesebb volt, és az ajtóablak helyzet volt, sajnos a kapusébet megtorpant fél úton, tehát itt jön befelé a szöglet, nem tudja eldönteni, mit csináljon, itt vissza a táncol, és nagy ez nagy már csak a támadó játékoson múlott, hogy rossz irányzék, tehát rosszul fejelt el, ez ajtóablak helyzet volt. Nézzük a másik oldalt, Dombi gyönyörűen kanyarítja befelé a labdát, de elmegy kis lába előtt. Hát talán az zavarja meg, hogy ott a védő berepül és megpróbálja elérni a labdát, ez a pillanat lesz, ami zavaró lehet, és itt már a mozdulat sora az már koordinálatlan marad és nem tud a labdához hozzáérni. És a talán legnagyobb helyzet a második fél időben, nézzék, Rosenthal teljesen tisztán, hogy aztán kirúgja a szöglet zászlóhoz. Hát ezt megköszönhetjük a belga csapatnak mindenféleképpen, mert ez is egy nagyon nagy helyzet volt, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy itt Vince nagyon rosszul helyezkedett, mert itt erre a lefejelt labdára neki reagálni kellett volna, és 2-3 méterre maga mögé engedte a védőt. Ebből is jól látszik, ebből a helyzetből itt, hogy már szabadon tudott lőni, és hát ez már megint a támadó módszer.